Bíróság előtt a fémtolvajok. Nagykanizsán megkezdődött annak az ötfős bandának a tárgyalása, amely korábban több helyszínen is mindent összeszedett, ami részből, alumíniumból vagy éppen vasból volt. Miután lebuktak, kiderült, 2 éve ők vágták le a nagykanizsai zsinagóga előtt álló 8 milliót érő bronz gyertyatartót is. A menórát ezután feldarabolták és értékesítették. Több mint 1 órás késéssel kezdődött meg a tárgyalás, ugyanis az egyik vádlottért rendőröket kellett küldeni, mivel nem jelent meg az idézés ellenére sem. Ezt követően az ügyész ismertette a vádiratot, melyből kiderült, hogy az elsőrendű vádlott 2 társával még 2012. júniusában a nagykanizsai zsinagóga előtt álló emlékművet is megrongálta. Az ott álló 1,5 méter magas bronzmenórát lopták el, majd 2 társukkal értékesítették. Ők tudtak arról, hogy a bűncselekmények elkövetéséből származik. A leadott bronz darabokért kapott pénz elsőrendű és harmadrendű vádlott egymás között elosztották és azt elterezték. A bűncselekménnyel 8 millió forint kárt okoztak, mely a nyomozás során nem térült meg. Az ellopott menórát azóta sem tudták pótolni, részben az ára, másrészt azt 2004-ben elkészítő művész idős kora miatt. Nem tudok erre válaszolni, hogy lesz-e még valaha menóra. Nyilván erre is meg kell majd keresni a megfelelő erőforrás, de mint említettem, nagy probléma az, hogy a szobrászművész, aki ezt készítette, időközben 10 évvel idősebb lett, és a korára való tekintettel nem valószínű, hogy vállalni tudja. Az összesen 5 fős társaság ezen kívül még számos helyről lopott el és darabolt fel fémtárgyakat. Volt, hogy utcai résztárolódobozt, vagy éppen üresen álló lakások csapjait, mosogatóit lopták el. A bíróság az ügyben várhatóan szeptemberben hirdet ítéletet.